Köszöntöm a Trió TV nézőit! Közéleti magazinunkat látják 2016. július 1-én, pénteken, 19 órakor. Mai műsorunk tartalmából. Munkaterv szerinti ülését tartotta Bükkváros önkormányzata. Pusztacson már 5. alkalommal rendezték meg a Malac Fesztivált. Cigány származásúak festőtáborának adott helyt Bükkváros. A Körüti Színház vendég szerepelt a Büki Átriumban. Sajtótájékoztatón mutatták be a Büki nyári programokat. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! A nyári szünet előtt az utolsó tervezett testületi ülését tartotta Bükkváros önkormányzata. A testületi döntésekről dr. Németh Sándor polgármester tájékoztatta a televíziónkat. A Bükkváros képviselő testülete a nyári szünet előtti utolsó testületi ülését tartotta. Polgármester úr, a közel 20 napi rendi pontban melyek voltak azok a döntések, amelyek fontosak? A döntések között szerepelt a büki rendőrös munkáról szóló tájékoztatónak az elfogadása, amelyet a testület megszavazott. Lőrinc Attila rendőrös parancsnok terjesztette ezt elő Bükkváros közbiztonságáról. A fontos napirendi pont volt a helyi értékvédelmi rendeletnek a megalkotása, amelynél Mátis Barna vezető település tervező volt jelen. Ennek során, vagy ennek keretében a védett épületeknek a sorát kiegészítettük az érintettek bevonásával újabb tételekkel, tehát most már több mint 40 olyan objektum van Bükkön, amely helyi védettség alá esik, és ezeknek a felújításához, állagmegőrzéséhez önkormányzati támogatás igényelhető, és ez biztosíthatja ezeknek a régi építészeti emlékeknek a hosszú távú fennmaradását. Építkezés, új építésekről is döntött a képviselő testület, ilyen például az idősek otthonának az udvarán az egykori sorvécéből kialakított garázsnak a lebontása, és helyette egy új tároló épületnek az építése, amelyet szintén támogatott a képviselő testület. A temetőben több olyan sírkő van, amelyek csak félre van dobva, de mégis megőrzésre érdemes, és azon sírkövek, amelyeknek a helyét nem váltották meg. Erre vonatkozóan született terv 4 lehetséges helyszínnel kőtár kialakításra a templom valamelyik részében. Erre vonatkozóan a képviselőtestület úgy döntött, hogy ezt még áttárgyalja a következő alkalommal. Korábbi testületi ülésről viszont erre az ülésre érkezett egy napirendi pont a Kúria ZRT ügyében. Ezzel kapcsolatban néztük, hiszen a felsőbbiki nagy kúria a település frekventált részén, tehát Nagy Pál utcában tulajdonképpen gazdátlanul, gondozatlanul hever. Itt 1983-ban kötött szerződést próbálunk meg felmondani, ami 50 évre szól. Közös megegyezéssel kérjük a haszonbéleti szerződést, használati szerződéssel bíró felett, hogy az egyébként önkormányzati tulajdonban álló épületet szolgáltassa vissza, hiszen jól láthatóan, ami miatt az akkori tanács odaadta használatra az illetőnek, az nem valósult meg, vagy most nem valósul meg, tehát hogy panzió, illetve vendéglátóegység működjön az épületben. Jó lenne azt az önkormányzat számára visszaszerezni, a város számára visszaszerezni, és ehhez az első lépéseket most megtette az önkormányzat. Döntött a két támogatásról is a képviselőtestület. Az egyik támogatás az a Erzsébet táborhoz, a Büki általános iskolások Erzsébet táboroztatásához való úti költségnek az átvállalása. Ez csak nem 200.000 forint értékű. Tehát úgyis kedvezményesen lehetnek részt a tanulók az Erzsébet táborba, viszont ezt az állami finanszírozásban az oda vezető utat nem lehet elszámolni. Ebben segített a képviselőtestület azzal, hogy átvállalta a gyermekek oda és visszautaztatását a júliusi táborozás alkalmával. Döntött a képviselőtestület egy másik kérelemről is. A Vas megyei Polgárőr Szövetség is támogatást kért a működéséhez, ehhez adott az önkormányzat 50.000 forintnyi visszanemtérítendő támogatást.
ami számomra egy kicsit furcsa volt, hogy évtizedek óta a szállodák az esővíz csatornába ürítik gyakorlatilag a medencéknek a tartalmát, és egy új szálloda beruházás kapcsán jött az elő, hogy akkor ők is kérik a hasonló elbírálást. És ami még furcsább volt, hogy végül is az ANTS azt mondja, hogy gyakorlatilag ezek a vizek olyan minőségűek, hogy a esővízben nem okoznak semmi problémát. Hát ez az ország szerte így van. Ugye nincs jó megoldás arra, hogy ezt az iszonyú mennyiségű vizet, amit alkalmaznak Venice részlegeikben, ezek a vendéglátóegység, azokat miként kell kezelni. Hát elvileg ugye egy medencében lévő víz, annak ivóvíz minőségűnek kell lenni, hiszen emberek fürödnek benne, tehát azt különböző vegyszerekkel tudják ezt ilyen módon biztosítani, és erre az ANTS iránymutatás alapján valóban leengedhető a csapadékvízrendszerben. Ez országosan is Bükön is így csinálták, a többi szálloda esetében is így van. Itt tulajdonképpen az új szálloda beruházás esetén is így döntött a testet, hogy beengedi a rendszerbe. Azt viszont tudatosítani kell, ugye amikor keresik, hogy mondjuk az idegenforgalmi adó az milyen, mire fordítódik, hát erre is. Ugye ilyen terhelésnek van kitéve a csapadékvíz elvezető rendszer, amit meg az önkormányzatnak kell fenntartani. Tehát itt több tízezer, százezer köbméterek mennek bele. Egyébként azért mondom, hogy nincs igazán jó megoldás, mert hogyha ezt a szennyvízrendszerre terhelnék rá, akkor viszont a szennyvíz tisztító nem bírná ezt a tisztítást, ezt a óriásit terhelést. Ennél fogva az ANTS iránymutatása alapján azokat a vizeket kell ezekből a medencékből a szennyvízre ereszteni, amelyek a medence tisztításakor keletkeznek. Maga a medence víz a csapadékvíz rendszerre ráengedhető. Mondott a polgármester úr, hogy az első napi rendi pont a közbiztonság helyzete volt, és érdekes, hogy végül is ez a kis rendőrőrs olyan eredményeket produkált itt, hogy a több mint 800 000 vendég éjszaka szám mellett gyakorlatilag a bűncselekmények elenyészőek. Ezeket a számokat természetesen a rendőrös dolgozóinak is lehet köszönni, de én úgy gondolom, hogy különösen a betöréses lopásoknál, rablásoknál, vagy éppen az autófeltöréseknél az a látványos javulás az a közterületi kamerarendszernek is köszönhető, amit az önkormányzat épített ki. De gondolom, hogy ki lehet mondani, hogy Bükkváros egy biztonságos város. Hát reméljük, ez így van, számok alapján úgy tűnik, és reméljük, hogy a lakosság, illetve a vendégek szubjektív biztonságérzet is ezt az állítást támasztja alá. Most egy nyári szünet lesz, amikor tervezett testületi ülés nincs. Gondolom, hogy rendkívüli ülés, igen, legközelebb mikor találkoznak? Dátumot most nem jelöltünk ki, tehát munkaterv szerint ülés az augusztusi lesz, de közben, ahogy az igény szerint, ugye az önkormányzati törvény is így rendelkezik, hogy igény szerint kell tartani testületi ülést, amikor olyan napirendi pont van, hogy rögtön döntést igényel, akkor természetesen összehívunk, de konkrét időpontot még nem határoztunk meg ezzel kapcsolatban. A Pusztacsói Malac Fesztiválnak már híre, rangja van a megyében. A fesztivál az idei évben ismét lépett egyet előre, hiszen nemzetközivé vált. Ebben az évben tucatnyi csapat sütötte a malacot a templom környéki dombon, közben a nagy sátorban folyamatosan peregtek a műsorok. Nagy öröm számomra, hogy idén én már 5. alkalommal voltatok segítségemre, hogy falunk legnagyobb rendezvényére ismét sor kerülhessen. Jelentős pillanat ez számomra. Évről évre, a fesztivál után, a munkától kimerülve, de élményekkel feltöltődve, elégedetten leülök, majd végig gondolom, hogy mi is történt, és mi az, amit a következő évben másként tennénk. Egy érzés azonban állandó. Jó itt lenni, és jó Pusztacsóinak lenni. A falunapi ünnepség keretében Pusztacsó községért kitüntetést adományozta a képviselőtestület Pór Imre korábbi pusztacsói polgármesternek. Pusztacsó község díszpolgára címet kapta Tóth János címzetes főjegyző. A nyitó ünnepséggel egy időben már jócskán sültek a malacok, dolgoztak a csapatok.
A tucatnyi sütőcsapat mindegyikével készítettünk riportot, melyet a későbbi hosszú magazinunkban mutatunk be. A kőszegi iparosok csapata rendszeres résztvevője az eseménynek. Hát optimista állunk neki, hiszen azért próbáltuk meg a kupát elkérni, hogy mire az eredményhirdetés lesz, mi megelőzzük ezt a győzelmet, és kihirdettük most, hogy nyilvánvaló, hogy mi vagyunk a legjobbak, hiszen minden éven gyúrunk most már az ötödik éve arra, hogy elsők legyünk, és bízunk benne, most az idén sikerülni is fog. Kőszeg testvérvárosa a szlovákiai Szent. Az idén onnan is érkezett egy sütőcsapat. Mink első malas sütésén vagyunk itt. Még ilyet nem csináltam. Én nekem gulásfőző partim van. Aki már Kőszeget találkoztunk. Kőszegen találkoztunk, minden évben találkozunk is. Igen. Józanon, a részekkel nem beszélök, de Józanon. Úgyhogy meghívtak a kőszegiek, most voltak nálunk gulásfőzésén, és megkértek, hogy gyertek el, gyerek. Elgyettünk, úgyhogy kaptunk malacot, és próbáljuk, még nem csináltuk ezt soha. A rendezvény sátorban először a gyermekműsorok kaptak helyet. Volt bábműsor, Paprita énekelt a gyerekeknek, aztán később Bodnár Attilával énekelték a 80-as, 90-es évek slágereit. Nagy sikere volt az operett bemutatónak is. Azonban a gyerekek a kőszegi tűzoltók által rendezett habpartin örvendeztek legjobban. Közben a malac sütőverseny zsűrije körbejárta a csapatokat, megszemlélte a sütést, megkóstolta a malacokat. Mi meg szoktunk beszélni, nem? Igen. Annyi pozitívum van. Családom, arra gondolom mindjárt, hát ne legyetek ilyen bátortalanok. Kolarics Kornél polgármestert nehéz volt utalérni, hiszen hol itt, hol ott tűnt fel a terepem. 5 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük, akkor 5 malacsütőt úgy kellett összekaparnunk itt a faluba, hogy valaki vállalja ezt be, és akkor folyamatosan nőtt. Hát most 12-nél vagyunk, nem tudom, hogy lesz-e továbbfejlődés, meglátjuk, hogy az emberek kíváncsiak rá, és tényleg van-e látogatottság. Ez a jelentkezőkön múlik, vagy azon, hogy esetleg a szponzorotok meddig támogat benneteket? Nem a jelentkezőkön. A jelentkezőkön múlna, akkor most már 50 malacot sütnénk. Tehát bőven van jelentkező, aki malacot szeretne sütni. Igazából mi rajtunk múlik szervezőkön, mert ugye, mint mindig, ez összefogással működik ez az egész dolog. Itt a malacoknak a szétbontása, az összes munkálat az a falu népe csinálja ezt, ez nincsen beszervezett emberek, akik ezt megoldják, és nem tudunk tovább fejlődni, mert 150 lakossal dolgozunk, amiből 70 biztos, hogy dolgozik is. Az idei évben a tavalyitól eltérően túlságosan is meleg van, tavaly ugye eső volt. Ehhez a meleg időjáráshoz képest hogy ítéled meg, milyen a részvétel? Hát mi úgy gondoljuk, hogy a meleg nagyban befolyásolja most a részvételt, és bízunk bent, hogy ez a késő délután, kora esti időkben, órákban megindulnak az emberek. Hát én se szívesen mennék ki, megmondom őszintén, egy rendezvényre 38 fokba, és bízok bent, hogy a 5-6 óra fele meg fognak indulni, és azért lesz látogatottságunk. Eddig se panaszkodunk, de azért egy picit alul látogatott a rendezvény most, jelen pillanatban. Késő délután következett el a legjobban várt műsor, Korda György és Balázs Klári érkezett. Oh,
kihirdették a malacsütő verseny eredményét is. Szóval az Ostromőrs csapata nyerte az idei malacsütő versenyt, a kőszegi iparosok. Gyertek ki! Azért azt tudni kell, hogy Polák Norbi és két fia állt legtöbbet a napon. Gratulálunk, uraim! Norbika, gratulálunk! A kupát is! Majd tombola húzással és bállal zárult a falunap. A hosszabb összeállításunkat a Malac Fesztiválról később láthatják majd. Egy hetes képzőművész táborban fogadta a Büki önkormányzat az ország különböző részéből érkezett cigány festőket. A program szakmai szervezője és vezetője Ferkovics József volt. A tábor zárásakor festményeket ajándékoztak az önkormányzatnak. A bükiek számára nem ismeretlenek Ferkovics József festményei. Az elmúlt években a helyi roma önkormányzat és a művelődési központ több alkalommal rendezett kiállítást a festő alkotásaiból. Így fogalmazódott meg az az ötlet, hogy Bükön az önkormányzat üdülőjébe fogadják az alkotótáborba érkezett festőket. A hét záró napján fogadták dr. Németh Sándort, a település polgármesterét, és adták át az önkormányzatnak a felajánlott festményeket. Tavaly volt egy ugyanilyen hasonló alkotótábor Szombathelyen, Herényben, a Herényiek házában, és ott a Rozika, itt a helyi roma nemzetiség önkormányzat elnöke, mondta, hogy ő is szeretné, hogyha esetleg itt Bükön is ezt meg lehetne ismételni az idén. Mi ezt örömmel fogadtuk, és éltünk is vele. Megkerestük a polgármester urat, és a polgármester úr is örömmel mondta, hogy természetesen amennyiben tud, mindenben fog bennünket támogatni. Ez meg is történt. Egyeztettünk időpontot, tehát ez most, ahogy volt, tehát 13-tól 20-áig itt volt egy alkotótábor az önkormányzat üdülőjében. Ez biztosította is az anyagi feltételeket, támogatta a önkormányzat, a város önkormányzata. Budapestről hívtunk meg alkotóművészeket, egy Záhonymerről jött, tehát voltunk közös itt 11-en, ebből a rajtam kívül, aki Vas megyei, a többi Budapest és egy, mint mondtam, Záhonyból jött. Nem tematikus tábor volt, Ferkovicsék nem akarták megkötni az alkotók fantáziáját. Az időjárás nem volt túl kegyes az alkotókhoz, egy elég esős időszakot töltöttek Bükön, így a benti csendéletek és portrék is nagyobb számban készültek. Ferkovics Józseftől az iránt is érdeklődtünk, hogy lesz-e folytatása az alkotótábornak. Idén még lesz, az már mondjuk tematikus alkotótábor lesz a Szombathelyen, ugyanúgy a Herényiek házában, de ott a Szent Márton év tiszteletére, tehát konkrétan tematikusan Szent Márton évre készül a tábor is, és a ott lévő alkotások is azoknak a Szent Márton szellemiségben fognak elkészülni. A jövőre ugyanúgy ismét szeretnénk, hogyha egy hétre lejöhetne ide a tábor, ami valószínű, hogy bízunk benne, hogy a polgármester úrnak is, tehát pozitív élménye van, és hogy jövőre is fogja ezt a ügyet támogatni. Az alkotótábor lakói így joggal búcsúzhattak így egymástól, jövőre ugyanitt. A Forgó Színpad rendezvény sorozatán belül a Körüti Színház látogatott el Bükre június 24-én Tabi László Spanyolul tudni kell című színművével. Az átrium szinte teljesen megtelt a színház kedvelő közönséggel. Sok neves színész foglalkoztat a Körúti Színház. Pécsi Ildikó, Koncz Gábor, Koltai Róbert, vagy a most Bükön fellépő Tahitót László, vagy Vándor Éva. Az alapító Galambos Zoltán, aki jelenleg is igazgatja a színházat, ő a főrendező is, és egy rövid szerepereig a büki közönség is láthatta. Hát ez ugye egy magánszínház, én azt gondoltam 2004-ben, én a Madách Színházban dolgoztam régen, aztán filmeztem, sok mindent csináltam, de a színház úgy húzott vissza, és akkor azt gondoltam 2004-ben, hogy kéne csinálni egy darabot, amivel ugye elmegyünk néha vidékre. És akkor ez lett a Mezitláb a parkban, ennek most több mint 12 éve volt a bemutatója. Hát aztán ide jutottunk, van 17 felnőtt, 8 gyerekdarab a repertoáron, van egy közel 50 fős társulat, és túl vagyunk az 1200. előadáson.
évi 160 előadással, tehát lett belőle egy ilyen szép nagy jó működő magánszínház. Azért lettünk mi körúti színház, nem azért, mert körúton vagyunk, és igazándiból nincs is székhelyünk, nincs rá szükségünk, hanem mert amikor én gyerek voltam, akkor a Madách és a Víg Színház volt a két top színház Magyarországon, és ezt a budapesti köznyelv úgy hívta, hogy a két körúti színház. És ezért lettünk mi körúti színház, hogy azt a hagyományt próbáljuk folytatni, hogy nagyszerű színészek, nagyszerű darabokban, színész központúan játszunk előadásokat. Ezért lettünk mi körúti színház. Hát és én így szeretem ezt a nevet, tehát szerintem ez a jó. És ha már Galambos Zoltán megemlítette a két legnagyobb budapesti színházat, akkor érdemes volt az egyik Víg Színházi taggal beszélgetni egy kicsit. Kötetlenül, ülve a Művelődési Központ hátsó lépcsőjén. Előadás előtt pihenjünk egy kicsit, beszélgessünk. Nem először van itt Bükön. Körúti Színházzal először, de nem először. Jó pár éve úgy tudom már járt itt nálunk. Mi okból? Egy talk show-m volt itt az egyik nagy szállodában. Nagyon szép emlékem fűz ide, és mindig szeretettel gondolok Vükfürdőre. Nagyon jó sikerült az előadás, amiért nem fizettek, hanem lelakhattuk egy 4 éjszakás hétvégét a feleségemmel, nagyon jól éreztük magunkat itt, emlékszem, és akkor megkértek, hogy hozzak magammal egy saját festményemet, mert hogy ilyen festegető színész vagyok, amúgy a képzőművészeti gimnáziumban érettségiztem, apám is festő volt, innen származik, és a dolog, és lehoztam képemet, és a szálloda meg is vette, és kitette oda a falra, az ebédlőbe. Sokáig ott függött, legalábbis addig, amíg én aztán lejöttem nyaralni, még láttam, hogy fönt volt a falon. Lehet, hogy utána, ahogy elmentem, lekapták és eldugták. De hát nem tudom, nem akarok bemenni ellenőrizni őket, hogy vajon ott van-e még a képem. De mondom, nagyon szép emlékem fűződik Bükkfürdőhöz. Marcsa! Galambos Zoltán igazgató azt mondta pár évvel ezelőtt, hogy a komédiázást és a modernitást szeretné ötvözni a színházában. Viszont a mai előadásról Tahitót Lászlónak kicsit más a véleménye. Én ezt egy igen komoly igényű színműnek tartom. Tehát aki eljön és megnézni, fog szórakozni is, és tulajdonképpen mondani valóban is lesz része, mert Tabi László azért egy komoly író is volt. Például, hát a Víg Színház az hiába az a neve, hogy Víg Színház, nem Víg dolgokat játszottunk, tehát nem azonos a Víg színpaddal, ami akkor volt, hanem az egy drámai, komoly színház, prózai színház. És épp akkor játszották, amikor én leszerződtem a Víg Színházhoz. Emlékszem, ez Feleki Kamil játékára, Csákányi László játékára, Súlyok Mária játszottak benne, Halász Jutka, szóval emlékszem, tehát egy komoly színdarab volt a Víg Színház színpadán, és oda akármiket nem hoztak és nem játszottak, úgyhogy ez egy komoly darab. Mi az, ami az ön számára egy igazán színészi teljesítmény, tehát a komédiázás, a komoly darabok, vagy mibe éri igazán otthon magát? Hát sokan vádolnak a sznobok azzal, hogy én eladtam magam a könnyű műfajnak, de én úgy voltam, hogy ha otthon ülök és várok a feladatra, és nem vállalom el azt, amivel megkínálnak, vagy amire felkérnek, hát akkor üres lett volna az életem. Így meg táncolhattam, énekeltem,
bóckodhattam. Amellett a Víg Színházban pont idén 50 éve tag vagyok, úgy ott meg játszhattam komoly szerepeket, drámákat, Csehov darabokat. Szóval volt része minden műfajban, és én azért jöttem színésznek, hogy mindenféle műfajt űzhessek, hiszen ettől színész, a színes a színész élete. És a festészetre marad még ideje? Marad természetesen, bár nem lettem volna jó festő, mert nem vagyok szorgalmas, és szabadidőmben nem nagyon festegetek. Csak ha felkérnek egy-egy ilyen kiállításra, mert szokott lenni ilyen kiállítás, hogy festegető színészek, vagy festő színészek a pódiumon, meg ilyen címekkel voltak kiállítások, és akkor kérnek képet tőlem, és akkor ha nincs épp megfelelő számú kép, akkor gyorsan összedobok egy-két képet, tehát nem vagyok egy komoly festő. Elég értelmes ez a némben. Na, ez igen, ez jó lesz, igen. Hív anya! Sajtótájékoztató keretében a Rigótanya étteremben ismertették Bükkvárosnak a hagyományőrzés és gasztronómia köré szerveződő nyári programjait. Idén is lesz etnofolk forgatag, kézi aratás, gyógybornapok és gasztrofesztivál. A sajtótájékoztató anyagát követően nézzék meg a Cimbali Band együttes zenéjére általunk készített klippet. Ha nyár van, akkor megkezdődnek a fesztiválok. Bükkön is sokféle színes programmal várják a helyieket és az ide látogatókat. Július 8-án pénteken 5. alkalommal rendezik meg az etnofolk forgatagot, majd másnap a 26. aratünnepre kerül sor. A nyár legnagyobb rendezvényét, a gyógybornapok, Bükki Gasztrofesztivált július 20 és 24 között tartják. A sajtótájékoztatón először Bükkváros polgármestere dr. Németh Sándor köszöntötte a sajtó résztvevőit. A gyógybornapokról elsőként Spilenberg Andrea mondott néhány gondolatot. Már a tavalyi évben is próbálkoztunk a gasztroszínpadunknak a bevezetésével. Ez az idén még nagyobb hangsúlyt kap, ahogy ezt Tamás is említette, és ebben tevékenyen részt veszünk mi is. Lévi kolléga nem lesz az, aki az egészet előkészíti, és aztán majd ott le is bonyolítja a helyszínen. Igen, érdekes programnak ígérkezik ez is. Próbáltuk úgy összehangolni, hogy a különböző koncertek és egyéb programok ne egy időben történjenek, úgyhogy mindenki számára egy egész délutános, egész estés programot, mondhatnám azt, hogy egész hetes programot fogunk itt összeállítani. Azt egyébként el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan vannak már, akik valóban így is készülnek a szabadságukkal is, erre az időszakra időzítik, és próbálnak, tavaly évben is volt már ilyen probléma, hogy a környéken már nem lehetett szabad szállást találni, úgyhogy az idei évben, aki ezt tudja, hogy tavaly ez már nehézségekbe ütközött, idén már időben elkezdték szervezni ezt a programot, úgyhogy talán ez is jelzi azt, hogy az a munka, amit Tamás és csapata, valamint a TDM szervezet is ebbe belefektet, ez meghozza idővel a gyümölcsét. Úgyhogy bizakodva nézünk a nyári programok elé, és remélem, hogy mindenki számára kellemes időtöltést fogunk tudni majd biztosítani. A Magyar Turizmus ZRT Nyugat-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatósága által kiírt pályázat keretében a Gyógybornapok Bükki Gasztrofesztivál elnyerte a Nyugat-Dunántúli Régió Kiemelt Kulturális és Örökségturisztikai Rendezvénye címet. A zenei paletta is nagyon színes lesz. A zenei részéről
azt tartottuk szem előtt, hogy amit tavaly előtt már elkezdtünk, hogy színes legyen, lehetőleg minél szélesebb körnek, tehát az idősebb korosztályokkal, a legfiatalabb, akik megtalálják a számukra legjobb zenei élményt, vagy legkiválóbb zenei élményt. Így hát a Jazz Blues udvaron a jazz, blues és a komoly és a népzene kedvelőit fogjuk felrakni a színpadra. A két színpadon, ami az idén Dük és borszínpad lesz, hát kicsit a utalva arra, hogy a legfőbb támogatói ennek a rendezvénynek Dük városa, hiszen a költségvetés 90%-át ő biztosítja a rendezvényre. A másik pedig a bor, aminek jegyében indult ez a rendezvény. És hogy miért lett fontos a bor a gasztronómia mellett? Örömmel mondhatom el, hogy 7 magyar borvidék, 19 pincészete fog itt megjelenni, kiállítani. 5 nap a zene, a jó magyar ételek, a pihenés, a rekreáció és a szórakozás jegyében. De hogy kik lesznek, minden évben megszólítottunk, nem biztos, hogy éppen a legnagyobb fellépőnket, de azokat, akiket úgy gondoltuk, hogy egy-egy frappány szólásukkal, vagy a hozzáállásukkal nekünk nagyon-nagyon szívünkbe lopták magukat. Így hát a sajtótájékoztató végén majd be fog jelentkezni a telefonon Varga Libius, vagy akit a Quimbyből, illetve a Kutya vacsorája nevű zenekarból ismerünk, és hát most az idén a Kutya vacsorájával fognak itt fellépni első nap, és hát majd azt is elmondja, hogy miért lett nekünk a kedvencünk, talán azzal az egy mondattal a szívünkbe lopta magát. A másik pedig Buza Sándor, akit ugye mint rádiós média személyiségként ismerhetünk, de aztán kiderült, hogy családi kötődése miatt egy ilyen őstermelő, aki nagyon finom füstölt termékeket készít, de erről is majd ő fog beszélni, hiszen ő is be fog telefonon jelentkezni hozzánk. És nem csak rádió személyiségként, gasztrobarátként, hanem zenészként is meg fogja mutatni magát, hiszen az első nap nem csak főzni fog, hanem a zenekarukkal, a Best of zenekarral muzsikálni is fognak, szórakoztatni fogják a kedves közönséget, két színpadon egy ember, tehát ez ennek kimondottan örültünk. Nem tudott sajnos itt lenni állandó és nagy barátunk, Szép Bence, aki egyébként az egész rendezvénynek a házigazdája, konferansza egyéb elfoglaltsága miatt, tehát valahol most is szórakoztatja a népet, gondolom, stand-upjaival, de hát elmaradhatatlan ő már a fesztivál során, hiszen ő az az ember, aki egy kicsit mindig emelte a rendezvény fényét. A helyszíneket egy kézműves kereskedő utca köti össze, ahol többek között a hagyományos magyar kézműves kultúrát és népi mesterségeket bemutató árusok, valamint neves bortermelők strandai helyezkednek el. Emlékeznek? És azon a helyen, ahol feltört a gyógyforrás, rendeztessen minden évben egy hatalmas mulatság. Folyjon a bor, süljenek a pecsenyék. Neveztessen ez a mulatság gyógybornapoknak. 5 napig álljon a bál, és olyan muzsikusok húzzák a talpalávalót, mint a Csíkzenekar, az Ocsomacsó, az Anima Sound System, a Cimbali Band, Szabó Balázs bandája, a Quimby, etc. És még én is itt leszek. Yeah.
Közéleti magazinunkat látták. Új közéleti magazinnal legközelebb jövő pénteken jelentkezünk. Kedves nézőink, műsorunkat megnézhetik interneten is a www.riotvdunantul.hu honlapon. Keressenek minket Facebookon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!